A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm Önöket, a köztér vendége Farkas László, a 7-es számú választókörzet önkormányzati képviselője. Köszöntöm a stúdióban. Jó napot, üdvözlöm én is a nézőket, és mindenkinek nagyon jókat kívánok. A beszélgetésünknek az apropója az az, hogy a közgyűlés elfogadta a költségvetést, és hát kicsit arról is beszélgetünk, hogy mi minden valósulhat meg az önkörzetében az idei évben, de ami ezt megelőzi, az az, hogy összefoglaljuk, hogy mi minden valósult meg az elmúlt időszakban. Hát elég sok minden változott egyébként az önkörzetében. Mi az, amire a legbüszkébb? Valóban így van. Látványosan fejlődött az utóbbi 10 évben Palotavárosnak ez a déli része. Azért mondtam, hogy látványosan, mert nagyon nagy pénzösszegek még a pandémia előtt körülbelül volt, mikor 100 millió forint volt egy évben a városrésznek a felújítására. Valamennyi szervizútnak a felújítása, aszfalt felújítása megtörtént. A járdák egy 70%-ban megújultak, ezek folytatódni fognak, majd erről később beszélek. Nagyon sok zöld felületet alakítottunk ki. Többek között a Petőfi Parknak, a János Vitéz Parknak a megépítése, az is több mint 100 millió forintba került. Tehát azért mondom, hogy látványos fejlesztésen ment keresztül a városrész, nagyon sok egyéb járdát megcsináltunk még. Tehát ezek mind olyan intézkedések, olyan fejlesztések, amelyek a komfort érzetét a lakóknak növelték, és valóban az emberek nagyon szívesen élnek ezen a területen, úgyhogy lakást ott nem is lehet nagyon vásárolni, mert azonnal elkapkodják. Tehát a városnak egy nagyon jó pontján fekvő városrész, amely évről évre fejlődik, dinamikusan fejlődik. Ezt tudom mondani minden nagy képviség nélkül. Ugye mondta itt ezeket az utakat, mely utak azok, amik a legfontosabbak voltak, hogy mindenképpen... Hát korábban a Sziget utca, a Tolnai utca, a Sütő utca, ezek mind aszfaltréteg, ezeknek a járdái ugyanígy megújultak, megújult a Spár előtti parkolónak az aszfaltréteg felújítása. Tehát ezek mind a múltban történtek, tehát ezek a korábbi fejlesztések, amelyek voltak, és ezek folytatódnak ezekben az években, és most hála Istennek majd ebben az évben pár forinttal, most sem nagyon sokkal több, de azért pár több van, mint a pandémia ideje alatt, úgyhogy ezeket mindenképpen szeretném, közvilágítás korszerűsítést már korábban elkezdtem, ugye tudjuk, hogy ez évben a város valamennyi közvilágító lámpatestén LED világítása cserélik át. Én ezt már elkezdtem a központi parkban, a kandellábereknek a közvilágítás korszerűsítését, ez is be fog majd fejeződni. Tehát ezek a fejlesztések mind az elmúlt időszakban. A zöld felület pedig szintén nagyon szépen fejlődött. Igen, itt a zöld felületet, ha már nézzük, akkor mondjuk a palotavárosi tavaknál létrejöttéként a szabadidő centrum. Mit lát ön, mennyire használják ki a családok? Miért volt fontos, hogy legyen egy ilyen centrum ott a Palotavárosban? Rendkívül fontosnak tartom. Tehát nagyon szerencsés helyzetben van Palotaváros ilyen szempontból, mert van egy ilyen adottsága. Ugye korábban, amikor a Palotaváros épült, kezdett épülni, akkor alakultak ki a palotavárosi tavak. Ezek mesterségesen kialakított tavak, a földet onnan hordták ki az építkezéshez, és hát közben megtellett vízzel, és hát kialakultak a tavak. Nagyon fontos a közterület és a közösségi tereknek. Ez egy nagyon fontos közösségi tér, amely kialakult, és rendkívül népszerű. Ugye nagy része az északi részen van, nem is az én területemen, de ezt nem lehet elkülöníteni, hogy északi rész, meg nem a déli rész. Ez a terület szinte mindenkié. Tehát a városban bárki, aki oda megy, nyugodtan használhatja a sportlétesítményeket, a futópályákat, a különböző lehetőségeket igénybe vehetik, horgászhatnak, tehát minden olyan lehetőség megvan, amely egy közösségi térhez kell, és a közösségeket alakítja, mert ugye közösségi terek nélkül nem tudunk jó közösséget kialakítani. Ez több mint 1 milliárd forintos beruházás Európa Uniós forrásból. Hát hálás lehet Székesfehérvár, hogy ilyen lehetőségek voltak, lesznek, vannak, és ilyen közösségi terek tudnak kialakulni. Nagyon népszerű, tehát nagyon sokan használják és élvezik. Beszéltünk már egy kicsit arról, hogy ugye az utak azok megújultak. Lettek körforgalmak is egyébként ott a Palotavárosban. Miért volt fontos, hogy legyenek? Nagyon fontos volt a két iparcég piac között, és ugye még a Kelemen-Béla úton még két körforgalom, több körforgalom kialakult.
Hát a két iparcikk piac között rendkívül fontos volt, mert ugye éppen a közösségi tér, a palotvárosi tavakhoz egyszerűen nem tudtak kijutni a déli részről az emberek. Olyan forgalom bonyolódik le a Kelemen-Béla úton, sajnos egy átmenő forgalomnak használják az autósok, amíg a Bakony úti átkötő meg nem készül, addig azt menekülőútnak használják az autósok. Egyszerűen életveszélyes volt átmenni a két piac között, már a túloldalra, akár a garázssor felé, akár a palotvárosi tavak felé, úgyhogy rendkívül fontos volt, főleg a gyalogátkelő helyek, a három zebra, a közvilágítás megújult, tehát nagyon fontos beruházás történt ott, egy biztonságos közlekedést tudunk a lakóknak így biztosítani. Ön is mondta, hogy nagyon sokan laknak az ön önkormányzati területén. Mi a helyzet a parkolással? Mennyire megoldott? Mennyire kellene még esetleg parkoló? Vagy mi a helyzet? Ugye lakók szeretnék a zöldet, de szeretnék ugye a parkolóhelyeket is. Valóban így van. Mondtam, a legsűrűbben lakott városrész. Óriási gondok vannak a parkolással. Pedig minden mozdítható területet, minden olyan területet beépítettünk parkolóval, amely nem zöld felület volt. Cserepes közben történt meg két olyan eset, hogy egy régi játszóteret, egy régi futballpályát, poros, koszos futballpályát, és erre célra használtunk fel, a lakók támogatásával, és sajnos még mindig nem elég, még mindig nem találnak helyet esténként a lakók. Odáig jutottunk, legutóbb keresett meg a Sziget 2-4 társasházból kerestek meg a lakók, hogy tegyük minél előbb füzetővé, ilyen is ritkán fordul elő, hogy manapság a lakó kéri, hogy tegyük füzetővé a parkolókat, mert nem csak este, napközben sem tudnak parkolni. A Sziget 2-4 környéken rendkívül sok intézmény, egyéb más vállalkozás működik. Egyszerűen napközben sem tudnak parkolni a lakók, és jöttek, könyörögtek, hogy minél előbb tegyük füzetővé. Tehát egyszerűen a parkoló még mindig kevés. Én mindig azt szoktam kérdezni, mert ön is említett a lakóktól, hogy mutassák meg azt a zöld felületet, ahol a parkolót fejleszteni tudjuk, mert vagy a zöld rának, amiért megbüntetnek, vagy veszünk el a zöldből, muszáj lesz. És lásd csodát, eljutottunk odáig, hogy az egyik társasház, egyik Sziget utcai társasház közös képviselője azzal a kéréssel jött, hogy az előttük lévő zöld felületből szakítsunk egy darabot, és parkolót építsünk. Most van egy olyan megoldás állítólag, egy új teljes új technológiával készült ilyen fröccsöntött nagy műanyag, perforált lyukacsos műanyag hálót terítenek le a zöldre, és a zöld is megmarad, és a parkolás is lehetséges. Ez még most van kísérlet alatt, tehát elképzelhető, hogy egy ilyen megoldást, egy ilyen technológiával fogunk egy parkolót kipróbálni, ahol a zöld is megmarad, és parkolni is lehet. Tehát a parkoló még mindig nagyon kevés. Egyetlen egy parkoló építésére van lehetőség a Balatoni úton túl, mert erről említést teszek, a jelenlegi fejlesztés a Balatoni útnak a felújítása. A Horog utca végén az egyes iparcikkpiac átelembe egy nagy murvás terület, a Berta Vadász autószalon mögött. Itt egy 75 férőhelyes parkolót lehet kialakítani, a tervei elkészültek, ez is nagyon fontos. Nagyon fontos lesz, hogyha elkészül, mert csak azért is, mert hogyha valaha elindul majd a úgynevezett murvás parkolónak a beruházása, ami most már itt van a kertek alatt, akkor egy ilyen parkoló nagyon jól szolgálja majd a parkolást. Tehát rendkívül sok parkolót fogunk veszteni, ha az a beruházás elindul, tehát muszáj lesz még parkolókat kialakítani. Ez egy 75 férőhely, tehát valamit enyhít a problémán ez is. Csak egy-két mondatban, mert sajnos megy előre a műsoridőnk, hogy mi a helyzet a Bori Jenő általános iskolával? Hát a Bori Jenő általános iskola nem döntött a közgyűlés, mert nem a közgyűlés döntött, hanem a tankerület és a minisztérium, csak egy állásfoglalást adott ki a közgyűlés. A Bori Jenő iskola ugye a túl kevés gyereklétszám miatt a vasvári általános iskolába fog beolvatni, tehát oda mennek át a diákok, ugye nem volt már 500 diák sem a Bori Jenő általános iskolába, és muszáj volt ezt a lépést megtenni, összevonni, tehát fél intézményt nem szabad ma ilyen körülmények között üzemeltetni. Szeptember 1-től egy 800 méter gyaloglással a Tolnai utca, illetve a Palotváros abból a részéből a gyerekek átmennek a vasvári általános iskolába. Hát sajnos azt kell, hogy mondanom, hogy a szülők a lábukkal szavaztak erről a kérdésről. Nem iratták be a gyerekeiket a Bori Jenő iskolába. Idén tavasszal igen, nem tudtunk egy első osztályt elindítani. Annyi gyerek nem jelentkezett az iskolába, illetve nem hozták a szülők. Hát ezt a lépést sajnos meg kellett tenni.
Egyébként nagyon komoly fejlesztések történtek korábban az iskolában, ugye a nyílászárók, az energiafelújítások, nagyon szép sportcsarnok, tehát nemzetközi kosármeccsre alkalmas sportcsarnok van, tornaterem van az épületben, de ezek nem fognak kárba veszni, mert jövőben is oktatási intézményként fog működni, de hogy még konkrétan még nincsenek meg a tervek, hogy mi, de mindenképpen oktatási intézményként fog a jövőben működni, tehát semmi nem vész kárba, csak hát nem általános iskola lesz. Én nagyon sajnáltam, hogy megszűnt, mert én a szemem előtt épült fel az iskola, én a Tolnai utcában laktam, pont ráláttam az ablakból az építkezésre, mikor a városrészbe kerültem, még iskola nem volt, egy murvás terület volt, és szemem előtt épült fel, nekem nagyon szívemhez nőtt az iskola, és sajnáltam, hogy megszűnik, de hát sajnos muszáj volt lépni, az élet megy tovább, fél házzal nem lehet üzemeltetni egy intézményt. Pedig az ember azt gondolja egyébként, hogy nagyon fiatalodik az a városrész, ahol ön az önkormányzati képviselő. Ugye ott a lakók szerették volna, hogy legyen egy játszótér is, ott a János Vitéz parkban, és aztán ugye ez meg is valósult. Igen, valóban így van. Nagyon sok fiatal van, ön is mondja, hála Istennek, nagyon sok babakocsis anyukát látunk. Volt egy időszak 20 évvel ezelőtt, amikor nagyon öregedett a városrész, de ez a trend megfordult. Nagyon sok fiatal él a városrészben, a játszóterek épültek a Sütő utcában is, egy új játszótér, akkor a McDonald's-el áttelemben, ugye az Alcoa-nak a beruházásában készült játszótér, és szeretnénk bővíteni a központi játszóteret is. Ez egy öröm, hogy nagyon sok fiatal él, de hát sajnos a gyerekeket máshova iratják be, így az intézménnyel muszáj valamit kezdeni. Ugye úgy kezdtük a beszélgetést, hogy a költségvetés után vagyunk. Mi minden valósulhat meg ebben az évben? Hogy látja ön az ön területén? Egy kicsit most jobban, tehát örömtelibb a helyzet, ugyanis a pandémia ideje alatt nagyon megfogyatkoztak a források, és az energiaválság most legutóbb is egy kicsit megijesztett bennünket januárban, de sajnos egy kicsit enyhült a helyzet, és nagyobb források szabadultak fel beruházásokra. Az idén mindegy 60 millió forint áll minden képviselőnek rendelkezésére a központi beruházásokon kívül. Van egy központi költségvetésben futó beruházás a városrészben, az a Balatoni 315-nek a felújítása. Az első ütem ez elkészült az elmúlt évben, idén döntött költségvetésben a közgyűlés második ütem folytatódik. Most májusban kiírjuk a közbeszerzést, egy parkoló, egy nem nagy parkoló, egy 15 férőhelyes parkoló is épül a Sziget utca iskolának a melletti részen, és az útnak a második ütemű felújítása is el fog végezni. Tehát ez egy nagyobb lélegzetű beruházás. Amúgy, ahogy említettem, a járda felújítások azok folytatódnak. A Sütő utca 6-tól a 16-ig megújul az egész járda felület. A Sziget utca mögött fogunk parkrendezéseket, parkolóbővítéseket elvégezni. Hogy említettem, a Selyem utca egyelőtti parkolónak az aszfaltozása is meg fog történni. Egy új járdát építünk, ami a nagymama konyhája mögött, ott már korábban a tervek elkészültek, sajnos ott nincs járda, és elég veszélyes közlekedni. Az iskola kerítése mellett egy járdát fogunk építeni. Ez is megvalósul, és örömmel mondom a lakóknak, ez egy régi kérésük volt a lakóknak, hogy a Jancsár utcából a Lidlihez egy gyalog átkelőhely épüljön, nem egy zebra. Most ebben az évben ez is meg fog történni, tehát a Jancsár utcából, akik mennek a Lidli felé, azok év vége felé már egy gyalog átkelőn, egy zebrát tudnak áthaladni. Ez is nagyon veszélyes közlekedés, tehát ez is a lakók közlekedésének a biztonságát fogja szolgálni. Nagyon régi kérés, meg fog valósulni. Hogyan találják meg, ugye most már több mint 30 éve ön ott, igen, az önkormányzati, igen, képviselő, gondolom már nem jelent problémát, de hogyan tudják felkeresni önt? Hát ugye van a fogadónap minden hónap első hétfőn, utána telefonon, személyesen. Tehát nálam fogadónap az olyan dolog, hogy nem várunk a fogadónapig. Ugye én is, ha ráérek, akkor megbeszélek egy időpontot a lakókkal, állandó kapcsolatban vagyok. Aki el akar érni, megkeres, telefonon felhív, szeretne velem beszélni, nem kell neki egy hónapot várni a következő fogadó óráig, időpontot megbeszélünk és jöhet, beszélünk. Tehát én állandó kapcsolatban vagyok, állandóan elérhető vagyok, nem ragaszkodom a fogadónaphoz, a fogadóórához, szigorúan bármikor a lakó rendelkezésére állok, amikor kéri. Milyen problémákkal keresik meg egyébként? Hát nagyon-nagyon sok problémával keresnek meg.
sajnos olyan problémákkal is, amiben hatásköröm sajnos nincs, ez a társasházi problémák. Egyre nagyobbak ezek a társasházi közösségben élő problémák, és az emberek azt gondolják, hogy én ebben is tudok segíteni, sajnos hatásköröm nekem nem terjed ki ezekre a problémákra. Itt a közös képviselő és meg a társasháznak kell ezeket a problémákat megoldani. Nagyon sok olyan megkeresés történik, amely hála Istennek a kertészkedéssel, a terület szépítésével függ össze. Keresnek a lakók, hogy kis kerti szegélyt építsünk, földet vigyünk, akkor füvesítést végeztünk a Sziget utca 17 előtt, azt kérték a lakók. Tehát ezzel összefüggésben is nagyon sok ilyen kérés jön, és hát amíg a forrásom, pénzem van, engedi, addig mindenképpen szeretné megvalósítani. Éppen most kerestek meg egy kerti szegélynek a kiépítésével. Nagyon népszerű nálunk a kerti szegélyeknek betonlapokból a kiépítés, és mögötte nem megy be az autó, nem tud ráparkolni, a gyalogos sem megy rá, tehát nagyon szépen ki tudják alakítani a kiskerteket. Hála Istennek nagyon sok ember rájött arra, hogy hát ez az ő lakhelye, ahol lakik, és hát egy szebb környezetben mégis jobb élni, mint a poros, koszos, esetleg elhanyagolt területen. Nagyon szép kis kertek alakultak ki, tehát nagyon sok ember gondozza a környezetét, ennek nagyon örülök, mert sajátjuknak érzik az emberek azt a lakóterületet, ahol élnek, és ez a legfontosabb. Nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégem volt, és Palotaváros déli részéről egy kicsit tudtunk beszélgetni. Nagyon szépen köszönöm a meghívást. Kedves nézőink, a köztér vendége volt Farkas László, a 7. számú választókörzet önkormányzati képviselője. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra! Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.